Lóc Frentő, Ferentő, esetleg Fentő, Cserhát Surányi Nógrádikum. Ez a kiadós édesség a Palóc konyha remeke, egykor a karácsonyi böjt elmaradhatatlan fogása vagy lakodalmak, ünnepek kedvelt süteménye volt. Hogy mi is ez pontosan? Egyszerű hozzávalók alkotják. Liszt, áttört főtt burgonya, só, cukor, zsír, élesztő, tej és tojás. Szükséges még hozzá a belsejébe lekvár, a külsejére cukros darált mák vagy dió. Töltött vagy csiga formára tekert változatát ismerik a faluban. Az asszonyok először kelt tésztát készítenek, kicsit sűrűbbet, mint a fánk tészta. Körülbelül egy órán át kelesztik, hogy a háromszorosára dagadjon. Ha megkelt, asztalra borítják, és óvatosan, mint a fánkot, kinyújtják. Szaggatóval kör alakú darabokat vágnak belőle, a tetejére lekvárt halmoznak, majd egy másik darabbal lefedik. Készülhet töltelék nélkül is, majd csíkokra vágják, és mint a darás fészket vagy a kakaós csigát, a tepsibe fektetik egymás mellé. 180-200 fokos sütőben sütik a frentőt addig, míg közepesen piros nem lesz. Ha megsültek a töltött vagy csiga formájú palóc frentők, akkor forró vízben megúsztatják, majd olvasztott vajba forgatják. Ezután a tetejére darált cukrosmák vagy dió kerül. Akkor a legízletesebb, ha a végén még mézzel is megcsurgatják.